jungle. And now the inhabitants worship it as a relic. That's sad. Either that, or it is here to remind them of the past. This one even looks more like a head. I agree. It is probably influenced by the overall shape of this construction as well. The spherical part again contains a funnel. I presume that all the funnels serve the same purpose. We just have to find out what it is. It looks like this statue has more to it than meets the eye. Confirmation. Another strange contraption is hidden on the back of the upper part. Nézzük meg az inzektet. Csak tesztelted. Jól tetted. Jó. It's been totally consumed by millions of tiny insectoids. Aha. Arra azt nem tudom. Arra azt én nem tudom, Préri. De egyébként igen, szerintem is lehetett. Most nem emlékszem rá pontosan, de szerintem lehetett, igen. Na. Igen. Waiting. Ez egy ugyanolyan kirakós. Miért nem működnek ezek? Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. Ebből lehetne egy repszámot csinálni. Nothing happened. Damn. Na mindegy. Caution. I am being approached again. Szerintem már nem lehet a szerzői jogok miatt egyébként, Préri. Can't we tell them that? They wouldn't listen, Rachel. This is how myths are usually created, and by trying to explain them rationally, we would only lose their trust. No. Yo. Innen kijöttünk. Itt lesz valami, ott jelzi. Aha. Itt is valami nagyon durva, el van pusztulva minden. Obviously, nothing could survive in the neighborhood of this weird purple poison. I wonder what really happened here.
Szia, Remórián! Átjöttünk egy másik bolygóra, mert az előző bolygón nem tudtam tovább haladni, úgyhogy jöttünk tovább szkennelgetni. I warn you against further analysis without taking protective measures as it could damage my functionality. This liquid is a highly corrosive substance. I warn you against further analysis without taking protective measures as it could damage my functionality. És egyébként én úgy tudom, hogy a Sound Alert-es cucc az bitekér működik, srácok. Tehát, hogy azért, tehát az csak így lehet beállítani, és akkor van ilyen, és ez bitekér működik, ezt be lehet azért is váltani. De már régen csináltam meg, szóval, de az bitekér működik. Csatornapontokért én szerintem nem lehet. This liquid is a highly corrosive substance. I warn you. Mindenki másik bolygón van, igaz, néha más bolygón is járunk, ja. Nincs más szkennelgetős. Ha csak nem kell valamit itt analizálni, nézzük csak meg. Nem, nincs semmi. Ezt meg már az előbb megnéztem. This is a highly corrosive substance. I warn you against further analysis without taking protective measures as it could damage my functionality. A Hensix. Wow, köszönöm szépen a Prime előfizetést, hogy az egyiket nekem adta. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A feliratkozásod. Egyébként a legelső streamben elfelejtettem megkérdezni, vagy csak én nem figyeltem, de pontosan miért kell neked bolygóról bolygóra erkálni? Mi alapvetően azt csináljuk, hogy ugye ez a különítmény, ami elindult ezen az űrhajón, ők egy bizonyos bolygóra akarnak eljutni. Viszont a Mubot, vagyis a Julia, bocsánat, a Julia felébresztette a fő karakterünket, azt a hölgyet, mert tűz ütött ki a hajón. 60 évvel később, egyébként 60 évvel járunk, miután elindult a hajó, 60 évig voltak ebben a kriokamrában. Tűz ütött ki, és ezért felébresztették ezt a csajt, ő azt eloltotta, ez rendben vagy. Miért kell bolygóról járni? Próbálunk rájönni arra, hogy mi történt. Ugyanis amikor megsérült a hajó, és eloltottuk a tüzet, akkor ott volt egy bolygó, és láttuk, hogy ott van egy landing zone, azaz egy hely, ahová le tudunk szállni. Le is szálltunk oda, viszont ott azt tapasztaltuk, hogy a teljes kutatóállomást kiirtották, mindenki meghalt, és senki nem tudja, hogy most mi van. Ezért aztán nem mást kellett csinálnunk, mint folyamatosan keresgélni azt, hogy mi történt. És ennek a végére próbálunk amúgy járni, alapvetően. Hogy mi történt, miért haltak meg a társaink, mi történt, és így nyomozgatunk. Tulajdonképpen emiatt aztán így interfészeken szkennelgetjük a bolygókat, és ugye Mobotot küldjük le, ezt a droidot, akivel most is vagyunk, hogy mi történt, ő próbálja meg felfedezni azt, hogy éppen mi van. És mi történt a legénységgel, a crewval, hogyan haltak meg. Lényegében igen, mert az a helyzet, hogy találtunk idegen fajt. És most, hogy találtunk idegen fajt, a csaj nem megy vissza a Cryo Chamberbe, hanem elkezdünk kutatni. Mert nem tudjuk, hogy mi van. És itt is találkoztunk idegen fajjal. I apologize, but I am unable to tell you more about this strange energy. Jó. Another of those obelisks. I wonder what purpose they serve. Rachel, look carefully at those bonding plants. Why?
Aren't those the same we've seen in the jungle? Look carefully. They're actually part of one huge plant. Do you think the whole forest is actually intertwined by one single organism? We don't have enough data to tell, but it would surely differentiate Ambrosia from Earth, don't you think? So let's get some more data now. Nem egészen, el akartunk jutni egy bolygóra, ami a krió altatásnak köszönhetően elég sok ideig tartott volna, és így nem kellett volna végülnie nyilván a krónak, viszont kiütött a tűz, és fel kellett ébreszteni Rachel-t. Rachel, amikor pedig leszállt, hogy alkatrészeket szerezzen a hajónk, az űrhajónk megjavítására, akkor azt vette észre, hogy az, ahol embereknek kéne lenni, ott mindenki meghalt, és egymást írtották ki az emberek, valami őrület szabadult el, és ennek próbálunk meg utána járni, hogy itt most pontosan mi történt, és mi van itt most. Még ott villog valami. Ott a D6-on, ha jól látom. Nem, ez a D6. Jó, de itt már voltunk az előbb. Ez is Zsák utca. Itt is itt egy obeliszk. I apologize, but I am unable to tell you more about this strange energy. Nem tud róla semmit elmondani. Another of those obelisks. I wonder what purpose they serve. Hát ennyi az apropó egyébként összesen. This tree is gigantic. My approximation is that the tree is around 1 kilometer tall. That's almost 10 times more than the tallest tree on Earth. 1 kilométer magas. It looks like it swallowed the obelisk and feeds on the swirling energy. I think you're letting your imagination run wild, Rachel. Maybe, but I still want to have a sample. Vissza akarok majd menni, Mona, de szerintem ahhoz kell majd valami. Amit én még nem szereztem meg. Mert szerintem itt van ez valahol elrejtve, hogy ezt működésre bírjuk. Szerintem ez egy mechanika, amit nekünk el kellene, vagy be kellene indítani. Úgyhogy azt mindenképpen szeretném majd megcsinálni, igen. Ott lehet tovább menni fent. Egészen pontosan itt. Ha, ezek már valami furcsa építmények. Kész vagyunk a questtel egyébként. Ott bujkál valami. Tsú! Ez egy mi lehet itt vajon? Ott is ott egy ilyen furcsa plant. Látjátok? The blossoms, they're so beautiful. I wish I knew if they also smell nice. I apologize, but I was never equipped with scent receptors. It's all right, Mobot. Don't worry about that. I will get you a sample. Van egy flower sample-unk. Aztán nem olyan rossz kis hack and slash game. Normál kezdtem el, azért nem tudtok ezt figyelni, ilyen szenteket, különleges tárnas, amit te... Lehetne ezt elő neki menni mindenkinek. Nem is Persona 5 Strikers. Ne, én ezt még nem is hallottam egyébként. Nem is követtem a Personát amúgy. These look like berries. That's an interesting De majd megnézem. Persona 5 Strikers. Mobot, can you have a closer look at them? Hypothesis. The berries serve as food to the local inhabitants. Why do you think so? Ezt There are leftover stems of various sizes which have clear signs of picked or bitten berries. Couldn't it be that they just fell down? Negative. The ground doesn't show any sign of that. I will obtain a test section. Ebből is van egy szempontunk, ezeket majd mind analizálgatni kell. Alien.
Talk to alien, examine alien. The being is looking at Mobot cautiously. Obviously, we haven't earned its trust yet. Would you expect anything else? Persona sim meg amit tensei egyik mellékága, de a Persona az a jobb fajta mellékága. Legalábbis nekem biztosan. Observation. The cocoon is not a natural construction. So this is where they live. Ez nem természetes képződmény. Really szerintem ebben élnek. To actually do some proper science for a change. Traces of organic material confirm our preliminary finding. The local life forms built these walkways to quickly travel between various places in this jungle. How do you use them? Are they somehow tightrope walking? I would need to see this, but it seems that they might also be sliding. Let's see about that. Jó. Observation. The inside of the cocoon is an elaborate construction which is probably capable of limited motion. Motion? What kind of motion? I would suggest that they can somehow pull the whole cocoon way up to the tree trunks, making the whole cocoon invisible. In addition to that, the cocoon can be sealed to create a rather compact and impenetrable construction. Clever. Hmm. Tudunk hozzá beszélni? Tudunk, de most nem akarok, várjatok, mert még nem analizáltuk ki az utcokat, amiket megtaláltam, azokat analizálni kéne mindet, amúgy. Igen, ingyenes PS5 mellé amúgy tényleg. Igen, azt én is látom, hogy benne van a PlayStation Plus-os cuccúban. Igen. Igen. Benne van a Collection-ben, így van. Így van. Egyébként olyan sokan mondták, majd lehet, hogy még kipróbálom. Igen, csak akkor van, ha van PS5-öd, Gebola. Az csak akkor van, vagyis Remolian, hogyha ha van PS5-öd. Let's review a strong genetic mutation caused by unknown external source. The custom is covered. Aha, jó. Only brands farms include a large and complex network strong leaves. Just kilometers and just producing the organism. Can you send it inside the blossom? Uh-huh. Na jó. Jó, analizáltunk mindent, akkor beszéljünk az aliennel. Itt, aha. Jó, már tudunk hozzá beszélni amúgy. Hmm. Igen, volt kettő oltár. Kérdezzük meg. We've seen, there seems to be an intricate mechanism mounted. Do they have a known purpose, or is it something long forgotten? Igen, azzal a trükkel meg lehet egyébként csinálni, amit most Gabola mond, így van, hogyha van otthon több PlayStation. De hát ez... Nagyon nagy várólista van Mona, továbbra is. Bár Remorian mondta, azt hiszem hétfőn, hogy ő látott valahol a polcra kitéve, csak pont nem tudta megvenni. De nagyon nagy. Most azt csinálják a kereskedők, amit a Walmartban is csinálnak az Egyesült Államokban. Hogy most már nem az van, hogy leadsz egy előrendelést és szólnak, hogyha megjön és mehetsz átvenni. Nem. Kirakják, hogy van, és aki gyorsan lecsapja, azé.
Tehát most rá tudsz nyomni, hogy érdekel téged a cucc. Ennyi. As if a broken laser gun and rusty machete could do that. They won't. But your intervention could help us gain their trust. Jó, ezt megkérdeztük. Akkor még jöhet a Dead Lake. Again, all this talk about punishment. I guess it wasn't always in this purplish condition then. Igen, a Persona 5 az már úgy készült, mint a Master Hunter World, hogy legyen, tehát legyen értelme nyugatra is elhozni, ne legyen olyan kultúrsok, mint mondjuk ami a szín, meg ami Tensei 5 volt, ami nekem fú, ez nekem szörnyű volt, fú, minden lesz volt. Pedig amúgy tudom, hogy vannak emberek, akik nagyon szeretik a Shin Megami Tenseit, de nekem az szörnyű volt. Minden tekintetben borzalmas volt. Legrosszabb játék volt tavaly, amivel játszottam. Az egyik legrosszabb élmény. Határozottan rossz volt egyébként. Jó, azt mondja, kérünk egy history lesson-t. I am here for your history class. Forget it. Tell us about your history. Hypothesis by Bianf, he probably means the Salia solar system. Mhm. Now this is interesting. In theory, they might have sent the signal we intercepted on Earth. You let your imagination run too wild, Rachel. Still, I'm curious to learn more about those punishments. Tényleg. Na hát akkor viszont ott van. Akinek esetleg most éppen aktuális egy PS5, srácok, akkor igen, akkor mindenképpen. Őt is hallottam, hogy csak azoknak adják el, akik áruhitelre veszik. Le kell rajta a kereskedőnek, mert ugye azon a kereskedő is keres a hitelezésen. Azt hiszem, hogy a THM-nek az 5%-a pluszban a kereskedőnél koppam, és akkor így ráúztak arra, hogy csak azoknak az embereknek adják el, akiknek nincs pénzük, hanem áruhitelre veszik meg ezeket a játékokat. Várható volt egyébként, hogy megindul majd ez a fajta nyerészkedés is. Kicsit sajnálom, de ez van. Do you have any memories of the world you once lived on? Mondjuk azért nem tudom, amikor majd véget ér a koronavírus meg ilyenek, akkor én azért indítanék egy kartelezésért, egy azért megfuttatnék egy európai bíróságos ügyet, így az összkereskedők ellen, így Európa szerte, vagy így a nagyobb disztribútorok után a kisebbeket így előszedegetni, pont az ilyeneket, akik erre utaznak rá. Úgysem fogja senki megcsinálni ezeket a pereket, mert nem lesz benne elég pénz ahhoz, hogy ezt most összehozza valaki, hogy nyilván annyi keresetet megírni. Senki nem akar majd, de azért kíváncsi lennék egy ilyenre, biztos vagyok benne, hogy születnének érdekes ítéletek. Biztos, hogy ezt már elvitték Gabola. Ami egy napja volt, annak már vége. De azért nem vesztesz semmit, ha megnézitek. Most is az egyébként, Remóliám. Most is az. Csak most már összejátszanak a disztribútorokkal. Tehát videókártyából is voltak készletek, mert Black Friday-en 100 000 forinttal elkezdték olcsóbban adni a GTX 360, vagy az RTX 360-akat. És nem mondja nekem senki azt, hogy az szívjóságból történt, nem. Felett halmozva egy ordinári nagy készlet, és akkor azt elkezdték egy 100 000-el olcsóbban adni, mint amennyire alapvetően a többi helyen kapnád. Én is így jutottam hozzá egyébként egy RTX 360-hoz. Jóval olcsóbban,
mint amennyiben most kerül. Most már 400 000-450 000 forint egy RTX 360. Már most majdnem többet ér, kétszer többet ér ez a videókártya, mint amennyire vettem Black Friday-en, és az novemberben volt. So this visit corresponds with the arrival of our probe at this planet. Ask him what the masters looked like. Ask him if anyone survived. Továbbra is egyébként. Egyébként továbbra is. Az ilyen fajta kartelezés, de most, most az a helyzet, hogy most bármit elkezdtek, szinte mindent ráfogtak a koronavírusra. Tehát most tényleg mindent rá lehet fogni a koronavírusra. Chip hiány van, koronavírus miatti bezárások vannak, lezárások vannak. Most nem, most mindenki elhiszi, hogy ez van. De én nem. Én szerintem nem ez van amúgy. Uh-huh. Változtatja a színét. They probably organize themselves in some sort of families that they refer to as branches. If an individual commits some serious wrong, their entire branch bears the blame. Itnek egyébként van egy ilyen, aki az ő vezetőjük volt, egy ilyen proféciája, most igazából ő arról beszél. Ezt most újra elmondja. Jó, akkor kérdezzünk rá a Mythology-ra. If. Figyelj, Gebola, ez is egy igazság, amit írsz, de ott van az is, hogy az a helyzet, hogy a koronavírus óta, 2020 tavasza óta, sőt, 2020 nyara óta nem lehet hozzájutni a chiphiány miatt értelmes áron. Akkor is már így ment fel a videókártyak ára, de utána brutálisan kilőtt. Most az a helyzet, hogy ez alatt az idő alatt eltelt másfél év. Tehát azért másfél év alatt nagyon sok embernek vált szükségessé videókártya, mert elromlott, mert már amilyen volt az gyenge, vagy olyan sokat várt a lecserélésével, hogy pont most kéne már cserélni, mire kijött a harmadik generációs Nvidia, vagyis a 30-as számozású Nvidia generáció, és egyszerűen nem tudják megvenni, pedig nagyon-nagyon szeretnék, és most már arról szólnak a hírek, hogy hiába vársz, hiába vagy te türelmes, itt 2000, amit ír is egyébként Remólián is, sokan írják, hogy a chiphiány az 23-24-ig is eltart, és szerintem emiatt vannak úgy sokan, amit írsz is, hogy már nem tud várni, már sír utána, megveszi nagyon sokan, nagyon rengeteg pénzért inkább. És ezen iszonyatos összeg után egyébként úgy érzi, hogy vett egy jó videókártyát, pedig amúgy, fú, ha megnézitek, hogy hogyan alakult az ára ezeknek a videókártyáknak, akkor elképesztő, hogy némelyik videókártya egynegyed annyiért kínálták fogyasztói áron, mint amennyire most árulják. De most már a mobiltelefonpiac is fölfelé megy is. Az a durva, hogy minél nagyobb a készlethiány, annál nagyobb lett a kereslet, és ez valami hihetetlen, erre senki nem számított. Mindenki azt hitt, hogy visszaesik a kereslet, de nem. Brutális a kereslet. Úgy minél nagyobb a készlethiány, mert van, hogy az emberek úgy érzik, hogy ami nincs, az kell. Ez teljesen ilyen pszichoterror alatt van amúgy az egész emberiség ebből a szempontból. És nagyon-nagyon durva, hogy tényleg, és nem csak a konzolok, mert a konzolok az egy hagyján, az még hagyján is, de hogy a videókártyák, aki PC gamer, az iszonyú nehéz helyzetben van jelenleg. Tehát szerintem most a rengeteg tőzsgyökeres, konzolgyűlölő ember fordult át, és ment el konzolra játszani, de konzolból sincs sok, bármikor ha most valaki vesz egy Xbox One-t, akkor a cloudnak köszönhetően bármivel tud játszani. De mondjuk egy PlayStation 4 Pro-val is több évnyi játékot tud bepótolni.
Na mindegy. Ráadásul a Horizon Forbidden West az még jön is majd PS4-re, tehát még lesznek rá friss megjelenések is, tehát még a supportált konzol jelenleg is, és azért egy használt PS4-et most már szerintem 80 ezer forintért lazán lehet venni. Kontrollerrel, tartóval, megkímélt állapotban, tisztességesen karban tartott konzolt már tudsz venni. De egy videókártyát, srácok. Hát ez horror. 900 ezer forint. Egy GTX, vagy RTX 380. 1 millió 600 ezer forint egy 390. Hát ez vicc. Vicc. Hát a... Hát ez vicc. Kérdezzük meg a... Szerintem tőle a... ez megvolt. Profécia. Extreme Digitalon is az Xbox 250 volt, mert azok nem... Nem. És most nem is mondok semmi csúnyát most már rájuk. De nem, tehát az... 250-ért az Xbox Series X-et. Tehát normálisak? Normálisak? Hát hova akarnak még ennyi pénzt keresni? Jó az, hogy a Play IT Store fogta és akkor felrakta 205 ezer forintért. Oké. Okay. 250 ezer forintért? Hát nem normálisak. Nem normálisak. Nem normálisak. Observation. He drew a solitary symbol for this so-called essence. We should copy the symbol. You never know. Maybe we can help them. We'll try obtaining the artifacts for you. Hoveron pont illetve PSD projekt 85-re ajándékként kontra, én is egyébként annyira passzoltam el az enyémet. Az én PS4 Pro-mat. Pontosan 80 ér 2 kontrollerrel, annyira elvitték. Tök normális srác jött érte. Örültem neki, hogy jó helyre került egyébként, remélem, hogy azóta is szívesen használja, mert nagyon szerettem azt, nagyon szerettem az a valaha volt kedvenc konzolom, a PS4 Pro. Volt jó néhány konzolom, a Nintendo-k, a NES, a 64-es, vagy a... A Super Famicom, azt is szerettem, amikor sajnos tönkretettem, még gyerek voltam, de a PS3 Pro volt a valaha volt legjobb konzolom, tehát az minden tekintetben egy elképesztő gép volt amúgy. Nagyon remélem, hogy a PS5 is egy hasonló életutat jár már be. De én ilyen stabil eszköz, mint a PS4 Pro, ilyet még soha nem láttam. Ilyen elektronikai eszköz még nem volt a birtokomban, ami ennyire stabil lett volna, hogy semmi, soha semmi baja nem volt. Soha. Semmi baja. Mindig azt csinálta, amit kellett, mindig csinálta, mindig rendelkezésre állt. Egyszerűen hihetetlen volt. Tehát mindig voltak olyan konzoljaim, amikkel volt probléma. Ezzel sosem. Sosem. Mindig. Mindig fantasztikusan működött. Na jó, analizáljuk be a cuccokat, amiket kaptunk. Empty scroll. Peculiar light sensitivity. Interesting. Ha, 137 adtam el 10 játék. Ja, mert adtál hozzá 10 játékot. Á, Préri Farkas. Ez nem. Ha, egyébként olcsóbb lett volna, ha nincs chip hiány. Amúgy olcsóbb lett volna. De chip hiány van, úgyhogy ezért jó drágán adják. Meg őszintén szólva, szerintem nagyon sok kereskedő rájött arra, hogy az embereknek van pénze. Éppen ezt beszéltük kollégákkal is, hogy most már nincsenek olyanok, mint amilyenek voltak mondjuk 20 éve, hogy ilyen nagyon szegény... Jó, tudom, hogy most is vannak mély szegénységben élő emberek, tudom, hogy vannak nincstelen emberek, de nagyon-nagyon kevesen. Tehát most már alig észrevehető mennyiségben vannak, most már mindenkinek van pénze. Most már csak az a kérdés, hogy mennyi. Hogy nagyon sok van, bődületesen sok van, iszonyatosan sok van, vagy van. És az a középréteg, akinek van, vagy akiknek sok van, azok simán megveszik drágában is. Nézzétek meg, az emberek megveszik. Megveszik. Vidd fel a tégla árat a háromszorosára, meg fogja venni ugyanúgy. Ugyanúgy meg fogja venni.
nem épül kevesebb ház, nem adnak el kevesebb ingatlant, drágábbak az ingatlanok, ugyanúgy megveszik az emberek, ugyanúgy veszik, csak hümmögnek, hogy ú, de drágák az ingatlanok, ennyi. De nem lett semmi, tehát nincsenek arra mutató statisztikák, hogy az emberek már nem vásárolnak házakat, vagy bármi. Egyszerűen megtehetik azt, hogy drágában adják. Simán. Várjál! Mi most a mission? Ilyen obeliszkeket kell megkeresnünk, várjatok. Hol volt obeliszk? Ez obeliszk? Az obeliszk. Hitelállomány meg nőhet a világba. A hitelállomány az lehet. Nem is baj, hogyha óriás. Egyébként a hitel kell is egy gazdaságba. De úgy, úgy csinálják meg, hogy nem baj, ha agyonig vannak hitelezve. Mert likviditás bővítésnek meg le lehet hívni egy valak pénzt is. Nagyon sok pénzt. Az adófizetők pénzéből akármennyi pénzt a bankok rendelkezésére lehet bocsátani. Így hiteleznek össze-vissza. If our Ambrosian was right and this scroll has anything in common with the obelisk, we might try exposing it to that strange swirl. And how am I supposed to do that? Hát az vicc, Gabola. Ez egy vicc. Mi is nézegettem egy időben ingatlanokat, letettem most róla. Nincs értelme. Nem látom értelmét. Most ahol lakom, ez rendben van. Ez a miénk, innen nem érzem azt, hogy nem most ki kéne ugrani, de azért nyilván az ember nyitott szemmel jár, de most már ott tartunk, hogy Eger megyeszékhelyen belvárosi lakások 100 millió forintokért. Tehát értitek? Tehát Budapesten 110, 120 millió, itt Egerbe 100. 100 millió, mert hogy zöld lakás. Tehát értitek, 100 millió forint. Tehát már olyan dolgokról beszélünk, ami döbbenetes. Nyilván vehetsz kádár kockát 25 millió forintért, de arra rá kell költeni 10 millió forintot, és akkor kiderül, hogy laksz a falun. Ami lehet, hogy valakinek jó, de például nekem nem lenne jó az, hogy mondjuk nekem egy napom arról szól, hogy még 40 percet autózok be a munkahelyemre, meg munka után még 40 percet, aztán hóban, fagyban, sárban, szélben, viharban, 40 fokban, tehát mindig nézni, hogy jaj, de sok hó esett, úrista, hogy megyek holnap dolgozni. Tehát, hogy értitek, mire gondolok. Tehát olyan lakást, ami benn van a belvárosban, amiből gyalog tudsz járni a munkahelyedre, mondjuk, az olyan összegekért van, hogy egyszerűen vicc az egész. 20 millióért kapsz egy összedőlt házat, így van. És örülhetsz neki, hogy annak még volt ásva valamikor pincéje, azt a földet már nem kell neked kihordani. Meg ilyenek. Igen. Try holding the scroll so the swirling energy goes directly on the scroll. I think I understand. Hát ami Budapesten van, az kegyetlen, Mona. Az iszonyatos. Az iszonyatos. And nothing happens. Shut up. Let's wait a bit longer. Tehát 81 négyzetméteres ház 134 millió forintért. És kertje az annyi, hogy kb. Két szék fér el. És betonfalak veszik körbe. Mert úgy be van építve. Hát, érted? Tehát bográcsot nem tudsz feltenni. Semmit. Tehát nem lett kutyád. Mert mondom, az annyira van, hogy még a ruhát ki tudod tenni, esetleg nyáron teregetni. De nincs, a napnak nincs, nem süt be a nap sosem. Oda. Tehát nincs meg, egyáltalán nem esik be az udvarba napfény. Tehát az egy ilyen kis, ilyen nedves kis lyuk, és 134 milkáért. És mondom, ez Budapest mellett, onnan még neked, ha Pesten van munkahelyed, onnan még neked menned kell befelé Pestre, és ki tudja, hol van Pesten a munkahelyed, lehet, hogy naponta 3 órát kell utaznod. Tehát nem éri meg. Nekem legalábbis nem. Ez az idegesség, hogy egy nap 3 óránba teljen csak az utazás, nem, lehet, hogy meg lehet szokni, tudom, hogy mindent meg lehet szokni, az ember az ilyen, az mindent meg tud szokni, ez én nem szeretném. Megnézem, hogy lehet meg, hogy szélből veszik hitelre. Azt gondoltam, hogy pénzügyi dolgot, hogy lehet, hogy emberek sokat vesztek, de az nem mindegy, miből. Nem mindegy, hogy miből veszik, de a kereskedőnek mindegy. Sőt, mondom, most elkezdtek azzal szórakozni a kereskedelemben, hogy azoknak adják el a PlayStation-t, meg ez a hiányos cikkeket, amit áruhitelre vesznek meg, mert a hitelező bank, mondjuk a Cetelem, vagy akármi, az ad nekik belőle
vissza. Tehát a hitel, azt hiszem a THM összegéből 5%-ot visszacsurgatnak a kereskedőnek. És akkor a bank ugye ezzel jól megszedi magát, hogy tőle vetted fel az áruhitelt, meg a kereskedő kapja az 5%-át. Talán a vételárnak vagy a THM-nek, most ezt pontosan nem tudom. Nem tudnám egyébként bizonyítani bíróságom. Ha most valaki ezt kérné, nincs róla hangfelvételem. De igen, hallottam már én is. Bár hallani sok mindent lehet, de ha belegondoltak, akkor életszerű amúgy a dolog. Tehát nem egy ördögtől való ötlet. Ez ilyen. Hogy lehet oda fölmenni? Ott van még lent egy. Várjunk? Az másik irányban van. Győrbe 27 millió egy panel, ami olyan, mint amikor építették. Fú. Azt mondjuk bírom, amikor megpróbálnak 27 millióért eladni egy olyan ingatlant, ami az 1978-as állapotokat tükrözi. Tehát ilyen energetikai tanúsítványokat néztem múltkor, hogy ebből ilyen büntetőügy volt, hogy Egyesült Királyságból jött volna haza a néni, és vett egy falusi házat. Ez egy ilyen parasztház, de tudjátok, az a szépen megcsinált, az a hosszúkás parasztház. Igen ám, csak az eladók azok a megtekintés előtt már így egy-két héttel már minden nap lejárogattak szellőztetni, meg ventilátorozgatni. A szomszédok tanúvallomásai szerint kiderült, hogy a ház az brutálisan ázik fölfelé. Valamilyen vízér vagy valami megnyílt alatta, ezt nem lehet pontosan tudni. A lényeg, hogy eltitkolták a hibáját, és mindent megtettek, hogy ezt el is maszkírozzák. Úgyhogy szellőztettek, ventilátoroztak minden, úgyhogy a néni vett iszonyatosan sok pénzért egy olyan házat, ami tulajdonképpen olyan, mint egy pince. Tehát még ez is benne van. Azt hiszem, hogy őt is, de rengeteg pénzzel átverték. Amúgy futhat a pénze után, mert nem lesz meg, mert ott van benne a szerződésben, hogy az ingatlant megtekintett és ismert állapotban veszem át. Mondjuk az eladók is lenyilatkozták, hogy általuk eltitkolt hibája az ingatlannak nincs, de azt sajnos a szakértő nem tudta kijelenteni, hogy egy ázás az eltitkolt hiba-e. Függetlenül attól, hogy két tanú azt mondta, hogy lejártak ventilátorozni, meg szellőztetni, és ezért nem volt dohos, nedves szag. Ettől függetlenül ez nem tekinthető bizonyíthatónak így, úgyhogy kegyetlen, és mondom, rengeteg pénzért. Most, hogy ezeket én megfejtettem, most kéne menni szerintem a puzzle-ökre, amit Mona is mondott az előbb, mert ezekkel a scrollokkal szerintem már meg tudjuk ezt fejteni. Még mindig nem működik. Nothing happened. Damn. I am not sure I can get you any more information about this funnel. Is there anything specific you want me to do with it? How should we piece that together? Let's try superimposing those parchments. Just click on the slow piece and it appears in the big picture. If the final image doesn't look right, reset the interface. Csoda. Volt melottásom 27 millió, vett egy háza 18 kerben, és bontani kell, mert vályog. Nézzet még a fele lakható. Atyaisten. Csak az a baj, Peresgumi, gondolom, ő is lenyilatkozta, hogy megtekintett és ismert állapotban vásárolta meg. A legdurvább, amit láttam, 8 négyzetméter volt és 1 millió ment, az kb. 4-5 éve. 8 négyzetméteres lakás. Az mi, ez egy szekrény? Vagy ez mi? Egy gardrób? Azt szokták mondani a vályok házra, hogy örülj neki, mert 100 éve építették és még mindig áll. Hát nem tudom.
sok sikert, aki szeretne vályagházba lakni. Én mindig attól félek, hogy a vályag az egy helyen elkezd bomlani, vagy salétromosodni, és abban a pillanatban vége az egésznek. Mona, szerintem először ezt kell megcsinálni egyébként. Lehet, hogy úgy kell, ahogy te mondod. Amúgy, sőt, valószínűleg úgy kell. This doesn't look right. That's it. I think we have the correct image. But what could it mean? Judging by certain aspects, it could mean several things. That wasn't very helpful. What I meant is that passzív házlesz is bontani kellett volna. Hát arra meg még rá kell költeni rengeteg pénzt. But it could easily be a map to some place. If has hidden the map to the place in the mist. Yes, it might be exactly that. És akkor ezzel most meg vagyunk? Várjatok. Nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell a szerződéskötésnél, meg mi mindenkinek azt szoktuk javasolni, akit így ismerünk, hogy... Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. Hogy arra nagyon figyeljen, hogy esetleg szakértővel is nézesse meg a házat. Itt ezeket is lehet nyomkodni amúgy. Csak mondom. Nothing happened. Damn. De most mit kéne itt csinálni? Az mi ott? Nem történik semmi. Damn. Az baj, nem történik semmi. Nothing happened. Damn. Megfelelőket benyomni. Nothing happened. De érted? Damn. Nem is jelez vissza. I am not sure I can get you any more information about this funnel. Is there anything specific you want me to do with it? Fent van a kód, szerintem. Mobot, can you look closer at the scratch marks? They look like an inscription to me. You are right, mondod, Rachel. Brady. It seems that these marks once corresponded to the symbols on this object. I confirm your observations. I might be able to recover some of them. Hogy amelyik rózsaszín folt, de mindenhol van rózsaszín folt, hát az egész trutyit betölti. Ezt felveszem itt akkor.
De értitek, lényegében mindenhol van trutymó. Let me try recovering the inscription. Aha. Aha. Na most látjuk. Based upon my new language data files, the inscription can be translated as flow with me to understand your past. Based upon my new language data files, the inscription can be translated as flow with me to understand your past. És akkor... De nem értem. Mert hogy ezeket össze kéne kötni? Tehát ezután ez jön. Ezt így összeköti. Hú, gyerekek! Hú. Hú, de hogy ezt nem karácsony előtt játszottuk. Hú, az egy valami gondviselés volt. Akkor nem bírtam volna ezt aggyal. És innen most merre mész? Ja, ott van. Így. Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. Pedig itt mindegyik. Nothing happened. Damn. Click on stones to control the contraption. Fenti szimbólumokat kellene sorra megkíteni. Igen. Várjatok már! Itt valami... Nem, itt egy likvidet kell csorgatni. Nem jól csinálom. Ezt megnyitom. Várjatok, ezt lezárom. Ezt megnyitom. És akkor ez itt folyik. De nem látom, hogy az ott folyna. Ez pumpál? Damn. Mert ugye innen folyik be. Na? Hát nem egy Ikarus. Ez biztos. Nem volt még több ilyen? De van még ilyen kirakós egyébként. Nothing happened. Damn. Nothing happened. Damn. I am not sure I can get you any more information about this funnel. Is there anything specific you want me to do with it? Várjatok már! Várjatok már! Hát el kell menni a Purple Lake-hez először. Ezt mondta a szörny is. Várjatok.
A Purple Lake. Hol van Purple Lake? Ott. Ott. Hát először meg kéne tölteni a szütyőnket. Azt nem töltöttem meg. Aztán mindjárt kiderül, hogy nem. Az egy irány. Itt van. The container is indestructible, right? Mobot, this corrosive liquid to see if it can hold. Ezt adta ide a... akármi. Na. És akkor gondolom ezt a szlötyit... Ezt a szlötyit bele kell először ebbe tölteni, és ezen végig kell csorgatni. Azért van az a lila szlötyi ott lefolyva rajta. Á, de okos ez a játék, te jó ég. Hát azért van lefolyva ott az a szlötyi. Mert ez vezeti rá a játékost arra, hogy az kell hozzá, ez a lila színű, ez a Purple Acid, vagy minek hívta pontosan, azt hiszem Purple Acidnek, de valami speciális szót használt rá. Ott van. Beleöntjük. És akkor most... Tadá! Laser gun. Let me recover the laser gun. Observation. It's actually very well preserved. Ez mennyire király játék, már srácok. Erre nem is emlékeztem. Úristen. Ez mennyire jó már. Ilyen játékokból miért nincs több? Jesszusom, mennyire okos játék. Fú. Hát ezt imádom. De komolyan. Hát ez fantasztikus volt. És rá is vezeti a játékost, mert ott az a lila szlötyi. És ha elég ideig nézed meg, vakarászod a fejed, és nem adod föl, akkor rájössz arra, hogy ez a lila szlötyi, azt te már láttad valahol. És ez a lila szlötyit, ezt te ezeknél a halott tavaknál láttad, amit szkenneltél. Itt. Itt van. Nem lehet már többet gyűjteni, mert van még egy ilyen, feladvány. Talán ez az? Aha, azt hiszem ez az. F2-n. Itt föl, meg kell kerülni. Nem, ezt lentről kellett volna. Aha, ezt lentről kell, másik irány. Ezt rossz irányba jöttem el. Így...